Beteges hazudozó a baloldali kamu videó főszereplője, akit az MSZP-s Kóros Lajos mentősként mutatott be az országnak. Ezt az álmentős nő saját lánya mondta róla a Hír TV-nek. Azt is elmondta róla, hogy többször is elítélték már egyebek mellett például kuruzslásért. És az sem igaz, hogy képesített mentőápoló lenne. A lánya azt mondta, betegápolást azért szokott vállalni, mert gyógyszerfüggő, és így akart nyugtatókhoz jutni. Ez a nagyszerű asszony azon túl, hogy főállásban mentőtiszt, hospice-ellátásban segítkezik. Kuruzslás miatt 2018-ban jogerősen elítélték a baloldali kamu videó főszereplőjét, akit Kóros Lajos szólaltatott meg a kórház kiürítések kapcsán. Németh Attila híradónknak azt állította, a bíróság azért ítélte el 2 éve, mert egy betegnek injekciót adott be. Odaadják a betegnek az injekciót, hazaküldik, és oldja meg. Az mindig úgy van, a véralvadásgátló. És emiatt ítélték el? Igen. Az álmentős nőről csütörtökön újabb részletek derültek ki, amit a Hír TV közölt. Az interjúban a baloldali kamu videóban szereplő Németh Attila lánya nyilatkozik. Az én elhunyt édesapámra próbálja úgymond ezt a felelősséget áthárítani. A neve elhallgatását kérő asszony úgy fogalmaz, anyja elhunyt édesapja nevét akarja bemocskolni hazudozásaival, amit nem hagyhat. A kamerának megmutatta azt a születési anyakönyvi kivonatot, amely azt igazolja, hogy az anyja igazi neve valójában nem is Németh Attila, hanem Németh Gertrud Atténé. Az álmentőst már gyermekkorában vizsgálták beteges hazudozásai miatt, hangzik el az interjúban. A nagybátyám, aki az ő ikertestvére, amikor én 14 éves voltam, akkor ő elmesélte nekem azt, hogy az anyámnál kimutattak gyermekkorában egy olyan beteges hazudozás, de ugye ez nyilván, hogy ennek van valamilyen, biztos, hogy van egy szakkifejezése, egy ilyen jellegű pszichés megbetegedés, bocsánat, amire azt mondták az orvosok, hogy a kor előlehaladtával csak rosszabbodni fog. A baloldal kamu videójában állítottakkal ellentétben a nő soha nem volt mentőtiszt. 8 általános iskolai végzettsége van. Az is hazugság, hogy a baloldal álmentőse Németországban szerzett szakmai képesítést. A nő elmondása szerint anyja gyógyszerfüggő, beteggondozást pedig azért vállalt, hogy így jusson nyugtatóhoz. A 90-es években pedig sikkasztásért is elítélték. Úgy emlékszem rá, hogy többet magával végállomáson lévő bódékat adtak el a BKV-nak a tulajdonából, és ennek az összegét sikkasztották el. És azt hiszem, hogy ott ötödrendű vádlott volt, tehát hogy ott nem voltak ebben az ügyben. Németh Attila lányának van egy testvére, édesanyja azonban azt is állította, hogy mindössze 1 gyermeke volt, aki 12 éves korában autóbaleset következtében a karjai közt halt meg. A nő a Hír TV-nek azt mondta, szerinte orvosi segítségre lenne szüksége az anyjának. Valóságként kezeli azokat az állításokat, amikkel ő él, és mivel ezt olyan szinten éli meg, hogy hiába mondjuk neki meg azt, hogy ez nem igaz, ő ezzel nem tud szembesülni. Németh Attiláról nem sokkal a kamu videó megjelenése után derült ki, hogy nem dolgozott mentősként sem az országos mentőszolgálatnál, sem betegszállító cégeknél, sőt a szamaritánus mentőszolgálatnál sem. Legutóbb, amikor azt állította, hogy az AMS, a Liszt Ferenc Nemzetközi Repülőtér mentéséért felelős szolgáltató foglalkoztatta feketén, a cég jó hírének védelme érdekében feljelentette a baloldal álmentősét.